Jó estét kívánok! Hát ez a húsvét, ez egyáltalán nem olyan lesz, mint amit megszoktunk. Talán nem is fordult még elő olyan, hogy nem lesz húsvéti körmenet, és misék maradnak el, úgyhogy biztos, hogy egészen más lesz, mint amilyen eddig volt. Ráadásul elég rossz hírek is érkeztek, mert hogy eléggé megugrott, 1190 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, 210-zel emelkedett a csütörtöki adatokhoz képest, és 77 főre emelkedett az elhunytak száma is. Beszélünk majd az adásban arról, hogy mi történt a Pesti úti idősek otthonában. Ott eddig 151 igazolt koronavírus fertőzött van, és 7-en elhunytak. Mutatjuk már is a friss térképet, a friss hivatalos adatokról szóló fertőzöttségi térképet. Müller Cecília egyébként ma a tájékoztatón azt mondta, hogy még hogyha ezt a 151-et levesszük, már mint az előbb említettem, akkor is jelentős a növekedés. Itt látják tehát a térképet, és látják rajta a számot, 1190 fő, tehát és a legfertőzöttebb terület Budapest és környéke és Pest megye. Úgyhogy beszélünk majd erről is, ez is téma lesz. Mutatom már is a vendégeinket. Itt van Borgul András, rendező, a Gólem Színháztól, Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője is, Somos András. És mielőtt belevágunk az első témába, gyorsan megmutatom önöknek a mai nap kérdését, amelyről szintén beszélgetünk majd. Azt kérdeztük, hogy önök meg tudják-e állni, hogy húsvét idején ne találkozzanak a rokonaikkal. 91% mondja azt, hogy igen, nem fog találkozni a rokonaikkal, és 9% mondja azt, hogy nem. Engem kicsit meglepett ez az adat, azt hittem, hogy kicsit többen mondják majd azt, hogy nem tudják megállni, és hát ez a valahogy megpróbálják meglátogatni a vendégek. Hogy oldják meg ezt? Hogy lesz a húsvét most? Én nagyon egyszerűen tudok erre válaszolni, mert én nem tartom a húsvétot, de a Pészachot igen, ugye a... hogy szokták ezt szépen mondani, a zsidó származásom miatt, tehát, hogy mi zsidók nem tartjuk a húsvétet, de Pészach volt most szerdán, széder este volt, ami ugyanolyan nagy családi ünnep, igazából kötelező szinte együtt ülni a családdal és vendégekkel, és kaptak is, azt hiszem a rabbik is többen engedélyt, hogy interneten közvetítsék az imát, meg amit kell. Hát, gondolom legalább ugyanolyan nehéz, de azt kell megérteni, hogy nincs más választás. Izraelben ráadásul nagyon komoly kijárási tilalom van. Így van, ugye a legsűrűbben és a legnehezebb helyzetben lévő települések azok az ortodox által lakott városrészek, ahol egyrészt nem is tudnak sokszor arról, hogy mi van, hiszen tévét nem néznek, rádiót nem hallgatnak, csak a saját adásaikat. Másrészt pedig azt gondolják, vagy azt mondják, hogy az egyik isteni parancs, a másik meg csak egy állami, az egyik följebb van a másiknál, azt mondják meg ők, hogy melyik. Harangozó Tamás? Én azt néztem csak, hogy az ATV nézői azok nagyon rendes emberek. Tehát, hogyha az utcán is ezt láttuk volna az elmúlt napokban, de hát nyilván az ATV nézői azok az ATV-t nézik, és nem az utcán lófrálnak. Másrészt a 9% a 10 millióra vetítve, az mondjuk még mindig egy nagy szám, hogyha ez egy valós szám lenne. Én szerintem meg kell állnia mindenkinek, hogy pont a család és pont az idős hozzátartozóink védelme érdekében, hogy most akármilyen hagyomány, akármilyen fontos ez mindenkinek, azt gondolom lelkileg, akkor sem. Tehát kis szűk családi körben, ahol egyébként is vagyunk, ott meg lehet élni ezt. Szerintem nagyon szépen minden hagyományt meg lehet élni otthon a kis lakásba, a kertbe is, de a család többi tagjával most nem szabad találkozni, nyilván mi sem fogunk. És maradtok otthon. Természetes, az én unokahúgom ma 10 éves, Bécsből egy hatalmas konferencia, szülinapi torta gyújtás történt az előbbi 10 percben a két műsor között, úgyhogy mi így ünnepünk. Akkor megoldottátok. Igen, meg. Na, akkor vágjunk is bele. Ahogy az előbb említettem, az első témánk Orbán Viktorhoz kapcsolódik, mert hogy ahogy szokott, ma is beszélt a közrádióban. Nézzük, miket mondott. Egyelőre a növekedés stádiumában vagyunk még mindig. Más országok már kifele kandikálnak, mintha látnák a fényt az alagút végén. Én még nem látom itt Magyarországon, de... A miniszterelnök a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy fel kell készülni a tömeges megbetegedések időszakára, amikor a jelenleginél lényegesen több lélegeztetőgépre lesz szükség. Normális békeidőben Magyarországon
a lélegeztetőkészülékek, altatógépek, mert azok alkalmasak erre, olyan 2000 körül vannak. Ezt kell nekünk fölfuttatni 8000-re. És nem csak a gépek számát, nem csak az ágyakét, hanem az kezelni képes orvosok, ápolónők számát. Ez most egy ráképzési programunk is van. Elég vészlős jó volt, nem? Ezek a számok, amiket a miniszterelnök mondott. Gondolok itt a lélegeztetőgépek számára. Ugye azt mondta, hogy 8000-re lesz valószínűleg szüksége a számítások szerint. És azt is mondta, hogy az egészségügyi dolgozók, orvosok, ápolók 20%-a szerintem meg fog betegetni. Tehát nagyjából erre lehet kalkulálni. Hát aki legközelebb van a bajhoz, az evidens, hogy meg is fertőződik. Mondjuk ugye hetek óta azt halljuk, hogy mi már föl vagyunk készülve. Minden nap föl vagyunk készülve, és aztán minden másnap kiderül, hogy nem, igazából ma vagyunk felkészülve, és aztán rákövetkező nap megint kiderül, hogy megint föl vagyunk készülve, aztán ma meg ott tartunk, hogy még hiányzik 6000 lélegeztetőgép, tehát hogy pedig már kezdtem jól érezni magam, hogy végre egyetértek valamiben Orbán Viktorral, a miniszterelnökünkkel, amikor azt mondta, hogy nem látja még a fényt az alagút végén, mondtam, hogy na, én sem. Tehát, hogy akkor most majd valamiben egyetértünk, de a végére elrontotta. De az hogy lehet, hogy 2000 gép van ugyanakkor, amikor több repülő hozott gépeket, már kiindulós szám is 2000 volt. Hát ez pont ugyanaz a lehetetlenség, hogy tegnap is pont annyi volt, amennyi kellett, és ma is annyi van, és hogyha hoznak még 5000-et, akkor is pont annyi van, de még hiányozni fog. Igen, érdekesek a számok egyébként, és azt is mondta még egyébként azon kívül, hogy nem látja a fényt az alagút végén, hogy van számára egy nagyméretű laboratórium, ezt nem tudom, hogy hallották, ez Ausztria, azt mondta, hogy ott minden korábban jelentkezik, és ezért nagyon figyeli azt, hogy Ausztriában hogyan alakulnak a számok, a trendek, a járványgörbe, és ez alapján próbálja ő is az intézkedéseket meghozni. Viszket a tenyerem. Egyébként tényleg, de átvitt értelemben is. Nagyon-nagyon vissza kell fognom magam, hogy a miniszterelnök szavaira mérsékelten tudjak reagálni. Egyrészt mi ez a 20%-os egészségügyi? Kiszámoltuk, hogy az hány ember? Én nem látok ma más értelmét ennek a beblöfölésnek. 66 000. Ennek a beblöfölésnek, mint hogy hát ilyen 120 000 a teljes egészségügyi állomány. Az egész beblöfölésnek, hogyha ennél kevesebb lesz, akkor már megvertem. Bocsánat, Tamás, csak ugye az egészségügyi állomány fele mondjuk nem játszik. 65 év felett van. Én értem. Még egyszer mondom, mi értelme van ennek a 20%-nak, ha még egyébként azt se tudjuk megmondani, hogy általában az emberek, hogy minek a 20%-a. De egy biztos, hogyha ez alatti szám lesz, akkor meg lehet veregetni a vállunkat, hogy na ezt is megcsináltuk. Miközben én lefogadom, hogy ez alatti szám lesz. Fogadjunk, hogy a végén. Hónapok, oké, valami találjunk én miben. Hetek, hónapok óta, de én is arra fogadok, amire hát ez minden nehéz lesz. Hetek, hónapok óta, most már hónapok óta tudjuk, hogy lesz vírus, hetek óta az országban ezt hallgatjuk, hogy már hány repülő jött, meg már minden rendben van. Most ezt képest pontosan tudjuk, hogy nincs rendben. Nézzük már meg Orbán Viktor videóját szerdáról, amikor az nem a meglepetés találkozója volt, az első kórház látogatása. A fél ország azon nevet vagy sír, amit ott lehetett látni, hogy a miniszterelnök FFP3 maszkba, amit, mint tudjuk, a parlamentben elmondta, ő otthon varta magának a maszkot, azért ezt a technológiát majd egyszer meghallgatnám tőle, hogy kell szűrős orvosi, vagy nem is orvosi, hanem professzionális maszkot otthon varni. A csemper rogyadozik a falon, a főorvos száján egyébként az 1.0-ás eldobható maszk van, a folyosó, ami rámutatnak, az egyébként szintén egy ilyen lepusztult, omladozó valami, szóval egészen elképesztő. Egyébként akkor az, mutatunk mond, most és egy... Ausztriára visszatérve, Ausztriában azt tanulja meg a miniszterelnök úr, hogy ott a 80%-át átveszem a béreknek, ha ezt jelenti be a miniszterelnök, hogy a kancellárjuk, akkor 80%-át fizeti ki az állam a béreknek, és nem a 25-30%-át, mint amit Orbán bejelentett, ténylegesen ezt jelenti. Hiszen a felének a 70%-át fizeti csak ki, tehát megint parasztvakítás van, miközben az emberek érdemi segítséget nem kapnak. Én már nem tudom elhinni azt sem, amit kérdezni, nagyon őszintén. Azt akartam csak az előbb mondani a kórházlátogatással kapcsolatban, hogy ma is ellátogatott egy kórházba a miniszterelnök. Nézzük meg, hogy hova, és azt is, hogy mi történt. Egy hőmérőt is fogunk végre, hozzakához fogom tenni közel, de nem érintem hozzá, jó? 6-2. A 18 látatógépből van szabadon mozgatható 9, és 9 a műtőkbe, de szükség esetén azt is tudjuk mobilizálni. Csember van hozzá?
11 aneszteziológusunk van. És fiatalok maguk? Mit csinálnak? Önkéntesek. Sok sikert kívánok maguknak, és köszönjük szépen a önkéntes felajánlást a munkára. Tudja őket használni? Abszolút. Ellenőrzés érkezett. Az első kórtermünkben gyanús kivizsgálásra váró esetek fekszenek, egy lélegeztetett és egy nem lélegeztetett. A második kórtermünkben 3 igazoltan pozitív beteg fekszik, mind a 3 lélegeztető gépen van. Itt most 3 lélegeztetett beteg fekszik. Szép feltámadást! Nagyon köszönjük, és erőt kívánunk Önöknek. Köszönöm is. Szépen. Hát én Önöknek, mert lesz itt. Köszönjük. Lesz itt teendő bőségesen. Szóval a Szent Imre Kórházba látogatott a miniszterelnök. András, nagyon kikerekedtek a szemeid. Melyik részen akadtál így le? Igen, majd elmondom a rádió interjúból, mit találtam. Jó? Jó. Még feldolgozom azt az urat, aki besétált. Aki a besétáltott, aki... Igen. Igen. Csak azért, mert szerintem ebből mém lesz, ahogy valaki ezt említette. A Na, szerkesztő említette. A szerkesztő említette, így van, ő említette, ott a végén valaki sétált a képbe. Na de szóval összességében mit gondolnak a látogatásról? Szóval most minden nap megy, ugye azt mondta egyébként a közrádióban, hogy nekem ott józanésszel nincs helyem, de az ösztönöm azt súgja, hogy el kell menni, már hogy el kell menni a kórházakba, és mert azt mondta, hogy mert mikor arra a kérdésre kérem a választ, hogy hány ágy, hány lélegeztető van, mi lesz, ha megbetegszenek az egészségügyi dolgozók, van bizonytalanság a válaszokban. Ezt mondta tehát a közrádióban, és ugye ott már be is jelentette, hogy most minden nap látogatja a kórházakat. Nekem nincs azzal gondom, hogyha egy vezető, legyen az politikai, vagy nem tudom, cégvezető, vagy bármilyen, a terepre megy, és maga ellenőrzi azt, hogy a dolgok hogyan mennek. Az mindig egy kicsit álságosnak tartom, amikor azt mondják, hogy anélkül, hogy bárki tudott volna róla, csak az a csapat, aki filmezte, meg azok az önkéntesek, akik odálltak, mindig ilyenkor eszembe jut az általános iskolában, hogy mondták, hogy nem tudjatok róla, de holnap jön a tanfelügyelő, azt nem tudom, hogy, és akkor Andris majd, hogyha megkérdem, hogy ki akar verset mondani, akkor majd jelentkez, jó? És én meg mindig akkor is egy ilyen exhibicionista voltam, és őrületesen jelentkeztem, hogy akkor mondom a verset, tehát kicsit ez jut róla eszembe. De még azt is megértem, hogy ilyen nagy szíve van a miniszterelnökünknek. Én mondjuk sokkal jobban szeretném, hogy ezt valaki más tenné, és majd szerintem erről is fogunk beszélni, és ennél, és az eszére hallgatna a miniszterelnökünk, és avval foglalkozna, amivel neki kell, de jelenleg az a legkisebb bajom vele, hogy ő ellátogat a kórházakba, legyen, menjen. A műsorvezető felvetett az interjúban, hogy londoni elemzők dicsérik a magyar kormány gazdasági terveit, de Orbán Viktor szerint óvatosnak kell lenni a hírekben, az egykori szovjet tudósok a szerepet átvevő rejtés londoni elemzőkkel. De persze, legyen igazuk. Uh-huh. Tehát, hogy a szociális piacgazdaságba való átmenet után 30 évvel ott tartunk, hogy a londoni elemzők, akik a magyar gazdaságot nézik, azok gyakorlatilag a szovjet tudósok szintjén vannak, ami azért egy olyan perspektíva, ami szerintem vállalható. Haladjunk akkor tovább, mert nagyon szalad az időnk, az idős otthonokról beszélnénk, mert hogy egyre súlyosabb a helyzet az idős otthonokban. Ahogy szó volt már róla, a 17. kerületi Pesti úti idősek otthonában már 151 fertőzött van. Nézzük! A hivatalos adatok szerint már 151-en fertőzöttek meg a 17. kerületi intézményben, heten pedig életüket is vesztették a fertőzés miatt. Szokásos rádió interjújában a miniszterelnök is beszélt az idős otthonokról, és az ellenzék felelősségét firtatta a kialakult helyzet miatt. Most minden tiszteletem, amennyire ez lehetséges persze az ellenzéké, és azt is látom, hogy járvány idején sincs nagyon más a fejükben, mint hogy hogyan lehet a kormány gyengíteni, és hogyan tudnának ők kormányra kerülni, ami egy szép ambíció, de egyelőre még egy idős otthon működtetésével sem tudnak megbírkozni. A kormánynak el kéne döntenie, hogy a járványt akarja legyőzni, vagy pedig a politikai riválisait. A főpolgármester szerint a kormány nem tett meg mindent, hogy az idős otthonok lakói biztonságban legyenek. Hozzátette, ő személyesen is többször kérte a kabinetet, hogy teljes körűen szűrjék ezeket az intézményeket, de hiába. Nyilvánvaló, hogy a járvány, ha ide bekerül egy intézménybe, akkor ott pusztítani fog. Nagy valószínűséggel egyébként egy kórházi ápolásból visszatérő beteg hozta be akaratlanul is a vírust, miközben mi többször kértük a kormányt, hogy
csak negatív teszttel utaljanak vissza kórházból, idős otthonba bármilyen beteget. Szóval ott tartunk most az idős otthonok kapcsán, illetve konkrétan ebben az idős otthon kapcsán, hogy egy politikai üzenetváltás, elég erős üzenetváltás kezdődött a kormány, illetve konkrétan Orbán Viktor, illetve az ellenzék itt most Karácsony Gergely között, ami elég szomorú, nem? Ebben az esetben és a járvány kapcsán, hogy ez így ilyen formában előjött. Én Karácsony Gergely helyébe azt mondtam volna, hogy a járványt akarja legyőzni, vagy a járványügyi szövetségeseit. Mert az önkormányzatok gyakorlatilag járványügyi védekezési szövetségese. Az önkormányzatok gyakorlatilag a második vonal. Tehát a kórházak, illetve az egészségügy az első vonalak, az önkormányzatok a második vonal, akik a szociális ágazatot, mint látjuk, fenntartják, és akik egyébként 10 000 számra gondoskodnak a karanténban lévők, vagy egyébként egyéb más módon otthon ápoltak, mindennapi élelmezéséről például, iszonyatos feladat. Ezek azok az önkormányzatok, akiktől most ugye pénzt vettek el az elmúlt időszakban. Ugye, amit a Gergő elmondott, az nagyjából épésze fölfogható. Mármint az, hogy ha kórházból például a kezelés után teszt nélkül hoznak vissza időt, tehát hogy kerül egy hetek óta lezárta a kormány, tehát a kormány lezárt az idős otthonokat, igaz? Tehát ez az első intézkedések egyike volt, talán emlékeztek rá, még talán az iskola bezárás előtt, hogy minden szociális intézményt bentlakásost hermetikusan lezártak. Teszem hozzá, egyébként az ott dolgozó ápolók nem kapnak havi 500 000-et, mint az egészségügyiek, és ők bent alszanak, bent élnek ezekkel a egyszeri juttatásként nem kapnak, mert azért az ápolók, igen, az ápolók nem annyit kapnak havonta. Nem, ez az egyszerit, amiről beszélünk, ez nekik se jár. Igen. Le vannak zárva ezek az intézmények. Ugye a főpolgármester is azt mondja, hogy az egyik legnagyobb kockázat az volt, hogy amikor orvosi kezelésre elviszik őket az intézetből, ki egy kórházból, és visszahozzák, nem tesztelik le őket. Nem tesztelik egyébként egy zárt intézmény minden lakóit. Csehországban ma jelentették be egyébként, nem Magyarországon sajnos, hogy 2 hetente minden egyes bentlakásos intézménynek kötelessége lesz minden egyes ápoltat, illetve ott tartózkodót tesztelni, és ehhez természetesen az állam biztosítja a gyors teszteket. Ettől függetlenül a dolog borzalmas, hogy bekövetkezett, ettől függetlenül szerintem a lehető legízléstelenebb, ami tegnap óta elindult, és elég csak nézni a Magyar Egy híradóját, tehát nem kell messze menni, hogy ez egy tervezett politikai támadás, vagy nem, mert a Magyar Egy híradója 5 percenként bemondja, hogy a főváros a hibás mindenért. És én azt gondolom, hogy inkább a megoldást kell nagyon gyorsan, közösen megtalálni. Én, amúgy kérdeztétek, én nagyon szomorú vagyok, hogy ebbe az irány. Tehát, hogy már ez se szent. És mondja Viktor most itt az interjúban, hogy az ellenzék micsoda dolog, hogy még egy vírusjárvány idején is a politikával foglalkozik, és hatalomra akar kerülni. Mondja ezt Orbán Viktor, most nem készültem, de keressünk már elő néhány 2007-89-es nyilatkozatát ennek az embernek, hogy egy gazdasági világválság alatt, ahol 100 000-ek meg milliók mentek tönkre, ő mivel foglalkozik. Hát az biztos, hogy itt a politika szintjére került ez a súlyos egészségügyi probléma, amiről beszéltünk. Itt ugye Hollik István is megszólalt, ő azt mondta, hogy vizsgálatot kell elindítani, és hogy ki kell deríteni, hogy az önkormányzat milyen hibákat követett el. Tulajdonképpen ezt mondta, hogy az önkormányzat hibái miatt juthatott ide, vagy kerülhetett, vagy alakulhatott ki ez a helyzet, de voltak más politikusok is, akik nagyon erős mondatokat mondtak. Például mondjuk tegnap itt ült Tüttő Kata ezen a helyen, ahol András, azt mondta, hogy hetek óta könyörögnek védőfelszerelésért és tesztelésért az idősek otthonában, nem kaptak. Ja, bocsánat, az ízléstelenség non plus ultrája az, hogy az emmi államtitkára tegnap kirakott egy posztot a Facebookjára, nem láttad? Nem. Hogy ennyi 10 000 meg annyi nem tudom milyen maszkokat viszünk most a szociális intézményekbe, illetve az idősek otthonába tegnap délután. Mi az átokat csináltatok az elmúlt 3 hétbe, vagy hónapba? És van bőr a képükön egy ilyen tragédia délutánján szelfizni, hogy most ők, mint kormány, akik hetek óta jelentgetik be, hogy hány millió védőfelszerelést hoztak, hogy kell, akkor hogy most hirtelen megoldani. Kell, hogy egy pici szünetet tartsunk, kell, hogy egy pici rendkívüli szünetet tartsunk, de innen ígérem, hogy folytatjuk ezzel a témával. Folytatjuk tehát a naphírét, és a reklám előtt arról beszélgetünk, hogy politikai síkra terelődött az a helyzet, ami az idősek otthonában kialakult, mármint konkrétan a Pesti úti idősek otthonában kialakult, nagyon sok a fertőzött, és Borgul András még nem tudta elmondani a véleményét, mert jött a reklám, és le kellett, hogy keverjem.
Melyik kamera világít? Belenézek. Álmaimban egy olyan országban ébredek egy nap, melyben egy ilyen tragédiát, amelyben emberek halnak meg, és emberi sorsok pecsételődnek meg, a miniszterelnök nem terel politikai síkra. Tudom, hogy ez egy álom, de egy nap ugye valóra válik. Kérdezem mindannyiotokat. Hát mi úgy fogunk kérdezni, hogy mindegyik fél azt érezze, hogy igen, tehát hogy mi a kormánytól is ezt kérdezzük. Majdnem elkezdtem a Trütkót krédóját elnyomni itt ebből a fotelből. Úgy néz ki, rám ragadt. Viszont azt mondja Karácsony Gergely, és azért hoztam szóba Tüttőkatát, aki az alpolgármester volt, hogy ő több felhívást küldött az egészségügyért felelős miniszternek és a tiszti főorvosnak egy héttel ezelőtt, hogy ez így nem lesz jó. Tehát, hogy lehet, hogy nem mondanak igazat, egyik sem, ő sem, meg Karácsony Gergely sem, csak hát akkor ezt valahogy cáfolni kéne a minisztériumból, hogy nem kaptak semmit. És akkor álljon elő az e-mail, vagy a levél, nem? Igen, abszolút elkezdődött egy ilyen oda-vissza mutogatás, hogy most akkor ki a felelős, és ki kellene tényleg felelőssé tenni a helyzetért, ami nem biztos, hogy a jó irány. De nem, tényleg abszurd ez, hogy ez akkora tragédia, nem csak az emberek halála, hanem a gyászoló családok, akik oda se tudnak menni, nem tudnak elköszönni, nem is tudom bármi, ami még segíthet, és ehhez képest erre bárki azt tudja mondani, hogy ki a felelős. Hát nem azt kellene mondani egy miniszterelnöknek, hogy most az egység a fontos, kitartunk, segítünk önöknek, segítünk a bajban lévőknek, segítünk azoknak, akik most gyászolnak, segítünk azoknak, akik most életben vannak, és utána megnézzük, hogy hol tudunk segíteni még az országban, és majd ha ennek az egésznek vége, akkor megvizsgáljuk, mi van. Nem. Másnap bemegy a rádióba, és azt mondja, hogy az a kis ellenzék, hát az még erre se képes, de nem akarok róluk rosszat mondani. Hát még jó, hogy nem akart rosszat mondani, mert akkor mit mondott volna? Szomorú ez, csak szomorú ezt tudom mondani. Folytassuk akkor a következő témánkkal, mert hogy megszólalt Áder János köztársasági elnök is. Egyébként a vírusválság kezdete óta csak március 15-én mondott akkor ünnepi beszédet. Most azt mondta, hogy van valami, amivel mindenki kiveheti a részét a közösből, sőt, sokat tehet a sikeres védekezésért, a járvány leküzdésért, ez pedig nem más, mint a türelem. Ezt mondta tehát, illetve egyebek mellett. Ugye nem nagyon hallottuk őt megszólalni, azért mondtam el a március 15-ét, mert akkor egy ünnepi beszédet mondott, de akkor a vírus még nem került szóba, és azóta csak egyszer hallottunk róla, akkor egy közleményt adott ki, ugye amikor a koronavírus törvényt aláírta. Azóta most ez volt az első alkalom, hogy a vírussal kapcsolatban megszólalt. Minek köszönhető ez? A nagypénteknek köszönhető, a helyzetnek köszönhető, annak, hogy ő is azt a retorikai üzenetet használt, amit egyébként Orbán Viktor, hogy türelmesnek kell lenni, és kivárni a végét. Hogy látják? Hogy látjátok? Azért legyen, hogy minek köszönhető, hogy eddig nem szólalt meg. Tehát még az angol királynő is, aki, ha jól tudom, négyszer mondott beszédet, az biztos, hogy a második világháború óta, vagy az egész életében, nem tudom, még már ő is megszólalt. Tehát hol van az ország vezetője, akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá, miért nincs itt bent egy műsorban az egyik nap Somos András mellett és válaszol a betelefonáló kérdésére? A másik nap miért nem látjuk, hogy ellátogat ő egy kórházba, és erre céloztam, amikor azt mondtam, neki tényleg nincs semmi más dolga, csak hogy tartsa bennünk a lelket, hogy azt lássuk, hogy az az ember, aki vezetőnk békeidőben, az ilyen nehéz időben is megy és tartja bennük a lelket. Harmadnap menjen el, etessen állatokat egy állatmenhelyen, ők is baj vannak. Egy csomó jó ötletem van még, mint egy jó rabbinak, amiket most nem fogok elmondani. Hol volt eddig engem? Inkább ez érdekel, nem az, hogy most miért jött elő tényleg. A beszédének van egy érdekes része, egyébként mindenkinek köszönetet mond, de az érdekes rész az, hogy Teréz anyára hivatkozik, akitől megkérdezték, hogy hogy lehet ezt a szörnyű helyzetet ugye megoldani, és azt mondta, hogy másnak kell lenni önnek is, meg nekem is. Áder János nem próbálta meg azt, hogy más legyen, mint eddig. Az a helyzet, hogy Orbán Viktor elmondta, mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából. Áder János nem lépett ki a komfortzónájából, lehet, hogy persze a fenekezőt és a keszegezőt bedobta, most is, mint szokta, de amúgy, amit tehetett volna, és az András pontosan erről beszélt, az, hogy azt érezze mindenki, hogy van egy államfője ennek az országnak.
Mondjuk ehelyett igazából azt látni, nem, hogy Orbán Viktor viszi a hátán tulajdonképpen az egész kommunikációt valójában. Igen, de ez őt nem kötné, tehát hogy az, hogy a kormány mit csinál ebben a helyzetben, az egyáltalán mellékes. Nem hasonlítom össze Angela Merkel beszédében, bár most visszanéztem egyébként, ugye mondjuk ő a kancellár, tehát a végrehajtó hatalom feje, de akkor is az volt az első, hogy mindenkinek azt mondta, hogy önökön azért van nagy felelősség, mert átláthatóvá kell tenni az állam működését. És hogyha a kormányfő ezt a dolgot elfelejti, a demokráciát, és a láthatóvá tenni azt, hogy mi történik járványügyi védekezés címén, akkor Áder Jánosnak kell láthatóvá tenni. Harangozó Tamás nagyon hallgat. Voltam itt egy műsorban, amikor éppen ez volt a téma, hogy a köztársaságnak miért nem szólal meg vajon. Én nem látom azt a súlyát sem ma már neki, tehát személy szerint neki, nem az intézményének, hogy a Naphírével erről beszélgessünk. Nincs súlya annak, hogy ő egyáltalán megszólalt? Rengeteg, óriási lehetősége lett volna ennek az embernek, hogy az alkotmányosság őreként fellépjen. Az elmúlt hetekben is például. Hogy tisztelet övezze és megbecsülés. És akár a politikailag nem feltétlenül vele szimpatizálok, és azt mondják ebben az országban, hogy nézd, ez az ember, igen, le a kalappa előtte, és akkor figyeljük már, hogy egyébként más témában mit mond. Ez akkor volt, amikor a felhatalmazási törvény volt. Amikor egy köztársasági elnöknek egyetlen mondata lehetett volna tisztességesen. Azt mondja, hogy én semmit nem írok alá, amiben nincs határidő. Mert Európa megmutatta, a történelmünk megmutatta, hogy nincs olyan szent cél, ami miatt egyébként ezt meg lehet csinálni. Mert rengetegen szenvedtek és pusztultak bele már ezen a kontinensen, abban a remek ötletben, hogy de most higgyük el, az a helyzet van, hogy ezt meg kell adni. És nem mondom azt, hogy párhuzam van, már hogy konkrétan. Én azt mondom, hogy megtanította velünk a történelmünk, az életünk, sőt leginkább a halála rengeteg embernek, hogy ilyet Európában nem csinálunk. És én a magyar köztársaság elnökeként nem fogok aláírni olyat, amiben nincs határidőpont. És akkor, ha ma kiáll és azt mondja nekem, meg sok millió honfitársamnak, aki nem szimpatizál a magyar kormánnyal, vagy azzal a párttal, ahonnan ő jött, hogy kedves honfitárs, én türelmet kérek önöktől, mert így tudjuk közösen végigcsinálni, akkor azt gondolom, hogy 10 millió ember odafigyelt volna a szavára. Így nekem nem mond semmit már, amit ő mond. Bár ami ki van írva, az pont a türelemre utal, de ez hozzá kellett volna tennie, hogy én személy szerint az államfői hivatal munkatársaival azon fogok dolgozni, hogy 1, 2, 3, és ezt hogy érjük el az, amely maximális egyetértek, igen, hogy igen. Ráérne. Ráérne kórházat látogatni, ráérne ápolókhoz menni, ráérne elmenni az önkormányzatokat megnézni, hogy egyébként mit melóznak ők, hány önkéntes, hány szociális munkás, óvó és bölcső pedagógus hordja az ételt egyébként nap mint nap az idős embereknek. Szerintem ezeket fontos lenne, hogy bemutassa, és nem kéne pártpolitizálni a között. Nézzük meg akkor, hogy miket léptek az önkormányzati vezetők. Tegnap ugyanis Orbán Viktor bejelentette, hogy meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat. Az önkormányzat vezetői viszont nagyon bekeményítettek. Nézzük. Lezárják a Margit szigetet, az óbudai hajógyári szigetet és a római partot is. Minden reggel 8 óra és este 10 óra között a hosszú hétvégén. Ezt azután közölte Karácsony Gergely, miután a kormány lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy egyedileg alkossanak rendeletet a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban. A főpolgármester jelezte, hogy az említett területeket érintő tömegközlekedést is korlátozzák. Lezárják a hétvégére a Libegőt és a Normafa parkolóját is, aki pedig szabálytalanul parkol a környéken, azt megbüntetik. Szeged polgármestere jelezte, hogy az élelmiszerboltok, patikák és dohányboltok kivételével minden üzletnek be kell zárnia a következő napokban. Orbán Viktor tegnap bejelentette, hogy a már érvényben lévő kijárási korlátozásokat határozatlan ideig meghosszabbítják. Nagyon érdekes volt egyébként ennek a kijárási korlátozásnak a története. Talán csak fél mondatban érdemes felidézni. Ugye pénteken, ha jól emlékszem, múlt héten bejelentett Orbán Viktor, hogy szerdán döntenek arról, hogy meghosszabbítják-e vagy nem hosszabbítják-e, szigorítanak vagy nem szigorítanak. Aztán időközben az operatív törzsnek a tájékoztatóin többször elhangzott, hogy lazul a fegyelem, hogy több szigorra lenne szükség, mert hogy egyre több embert kell figyelmeztetni, több embert kap bírságot. Aztán utána szerdán vártuk a bejelentést.
bejelentést, akkor ugye azt hangzott el, hogy csak másnap lesz a nagy bejelentés, mert hogy Orbán Viktor még járványügyi szakemberekkel szeretne konzultálni. Aztán csütörtökön megtörtént ez a bejelentés, és tulajdonképpen nem is volt igazán bejelentés, illetve csak annyi, hogy meghosszabbítja ugye a kijárási korlátozás. Most ehhez képest a polgármesterek, illetve az önkormányzati vezetők léptek, és ők szigorították, tehát ők viszik el tulajdonképpen a balhét, ha már csak a szigorításokról van szó. Szóval hogy látják ezt a helyzetet? Én szerintem ebben világbajnok a mi miniszterelnökünk, hogy így bejelentek valamit, most jön a nagy bejelentés, jön a bejelentés, nem volt bejelentés. De ő szerinte volt, tehát lehet, hogyha erősen nézzük, akkor volt. Tehát, hogy valamiben tényleg, ha valamiben jó, egy csomó mindenben jó, de szerintem ebben is. Én, hogy egy kicsit könnyítsek itt a saját magam által gerjesztett feszültségen, hagyj meséljem el, hogy láttam ma egy videót, a Tel Avivi tengerpart is le van zárva ugyanígy a polgármester által, és láttam egy rövid videót, ahol kíváncsi vagyok, hogy lesznek-e Magyarországon is ilyen képek, ahol egy futót észrevesz egy rendőr, és a tengerparton fut, és megpróbál oda menni hozzá, aki egy kicsit gyorsabban fut, ő még gyorsabban fut, a rendőr iszonyatosan fut utána, de hát a futó azért fut, mert valószínűleg ő így sportol minden, úgyhogy egyszer csak elfut, és akkor a rendőr csak így... De legalább reméljük hazafutott onnan. A Saint-Tropez-i csendőr. Hát kicsit olyan volt élőben, tehát hogy azt remélem, hogy szerintem akkor legyenek ilyen rendőrök, vagy biciklivel, vagy ilyen rövidgatyás sportruhában az ilyen, nem tudom, Gál Kristóf alkatú rendőrök, akik képesek mondjuk utolérni egy futót, hogyha utol kell érni. Na jó, csak mondjuk ez elég komoly szigorítások azok, amelyeket végül is a polgármesterek, vagy akár Karácsony Gergely bevezetett. Erre van egy konkrét példám, de aztán igen, majd Tamásnak adom azt, hogy látom, hogy készül. Kiskun Lacháza üdülő terület egy ilyen felhívást tett közzé, kijárási tilalom van holnap 14 órától. Ennek előzménye, hogy a helyben lakó országgyűlési képviselő egyébként egykori katonai ügyész azt mondta, hogy önök pedig pesti polgártársak, akik ide járnak hétvégeken, húsvétkor, pünköskor, egész nyáron, mintha egy más világból jöttek volna. Önöket nem érdeklik a korlátozások, a lezárt játszóterek. Tömegesen hakniznak a dunaparti kisboltba, bemennek 9 és 12 között, még akkor is, ha önökre szólnak, kocsival száguldoznak a nyaralóvezetekben, sorolhatnám sokáig. Én is itt élek a családommal. Fejeződik be. Óriási. Ez hatalmas, tényleg. Ugye? És erre, ezt közzétette a Facebook oldalon minden egykori szocialista visszaélés felderítője, és másnap kijött a korlátozás. Jó, nem? Abszolút. Ennyi. Tamás, úgy látom, hogy beléd fagyott, vagy beléd fagyott. Csak én is ott élhetnék. Szóval visszatérlek már, hogy a helyzet komolyságához, súlyához, a miniszterelnök egy kicsit kevesebb kampányvideót forgatna egy nap, és picit többet foglalkozna az emberek sorsával, akkor lehet, hogy nem találkoznánk ilyen szituációval. Hiszen tegnap a miniszterelnök 4:30 körül, talán, ha jól emlékszem, csütörtökön, délután, 4:30 sikerült azt a 3 mondatot a Facebookra bemondania. Szóval az egyenes beszédben is elmondtam tanem, hogy azt hagyjam, hogy megint meghűjtették a fél országot, mert azt hazudták, hogy 4 órakor az M1-en fogja bemondani, és mindenki azt a csoda műsort nézte. De én nekem azóta is támadlan éjszakány vannak, de mindegy. De ugye az ember délután 4:30 bejelentette, hogy péntek reggeltől hétfő 24 óráig a polgármestereknek lesz hatásköre, hogy ezt szigorítsa. 11-ig nem jelent meg a jogszabály? Igen. 11-ig nem jelent meg a jogszabály. Már ma? Este 11-ig, akkor jelent meg. Hagy utassak valamit. Nem tudjuk, hogy mit jelentett be, nem tudjuk, hogy mi a tartalma, hogy rendeletként... Kell, hogy mondjak valamit, mert készült az átövő megbízásából egy kutatás, a Pulzus Intézet készítette, és pont ezt kérdeztük meg, hogy az emberek hogy élik meg, hogy kellene elszigorítani, vagy nem. Már is mutatjuk, hogy mit mondtak erre. Tehát ez volt a kérdés, és hogy a kormány határozatlan időre meghosszabbította a koronavírus járvány miatti kijárási korlátozást, és hogy melyik vélemény áll önhöz a legközelebb, melyikkel ért a leginkább egyet. 15% ért egyet azzal, mert hogy a mostani korlátozások is elegendőek. 23% mondja azt, hogy egyetért, mert országosan nem kell szigorítani, a polgármesterek húsvétkor helyben szigorítanak, látják a nézők is a többi adatot magyarán. Itt a kutatás azt mutatja, hogy az emberek erősebb intézkedésekre vártak. Tehát szerettek egy órája volt a polgármestereknek, hogy meghozzák az intézkedést 0 órára időzítve. Ilyen 11-től... 11 és 12 között. Nevetséges. Egyrészt, másrészt. Ugye ezt a felelősséget nem vállalta magára. Egy óra alatt se tudja meghozni, akkor mire jó? Hát
amit a miniszterelnök el tud dönteni egy héttel ezelőtt a polgármesterek megkérdezése nélkül is helyett, hogy ingyenessé teszi a parkolást, elvéve egyébként egy rakáspénz szintén az önkormányzatoktól, és nem egy belvárosi kerületben, például Pesten például kifejezett közlekedési káoszt okozza, mint ahogy ezt lehetett előre tudni, akkor bátor volt. Most nem volt olyan bátor, most az utolsó pillanatig várt, és azt se értette senki, mit jelent be. Én magam is, és nagyon sokan szerintem órákon keresztül azt hitték, hogy kijárási tilalmat rendelhet el a polgármester, tehát hogy mármint, hogy ezt érti alatta, ami nyilván nonsens, mert sem a rendőrség, semmilyen más valódi hatóság nem rendelkezik ott a tilalom, Kiskulac. És annak is vége kezében. Van az adásnak is vége, ezt is meg kell, hogy én maximálisan örülök neki, hogy a polgármesterek ezt felvállalták, és minél szigorúbb intézkedéseket. Vége van sajnos az adásnak, köszönöm szépen, hogy itt voltak önöknek, köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek. Viszontlátásra! We'll be right back.